Volt olyan időszak, hogy egyszerre 24 szakosztály is működött a Máté Szalkai munkás testgyakorló körének égisze alatt. Jelenleg 8 szakosztályban, labdarúgásban, kézilabdában, asztali teniszben, a karate 3 szakágában, cselgáncsban és úszásban viselhetik az egyesület címerét a sportolók. A centenáriumi év hivatalosan 2019-re esett, a járványhelyzet azonban eddig nem adott lehetőséget az ünnepélyes visszaemlékezésre. Idén ez bár nem volt akadály, ennek apropóján pedig a városba Kocsán Petra, 41-szeres válogatott labdarúgó is visszatért. A jelenleg a német Bundesligában szereplő Hoffenheim futballistája 2009 és 2011 között volt az egyesület játékosa. Nagyon sokszor végigjátszottam már a fejemben, hogy honnan indultam, miken kellett úgymond átmennem. Nem volt egyszerű egyáltalán nem, viszont nagyon boldog vagyok, hogy most itt lehetek, és hogy ilyen sikereket tudhatok a hátam mögött, amiket elértem az életemben. Remélem, hogy nem ez a csúcsa, én még szeretnék előrelépni. Remélem, hogy még a Jóisten is ad egy kis támogatást és erőt, mert mindenképpen kell ehhez a sportághoz, mert sokszor nem egyszerű, be kell vallani, viszont annak nagyon, nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sikereket elértem már. A Máté Szalkai MTK jelenleg is Bozsik akadémiai központként működik, az utánpótlás képzés pedig kiemelt jelentőségű a klubnál. Baracsi Endre, a megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a következetes munkának köszönhető, hogy a város számos országos szinten is kiemelkedő sportolót nevelt ki. Valahol pontosan ez lenne a cél, hogy azok a helyben működő sportegyesületek, akik egyrészt összefogják a fiatalokat, a gyerekeknek sportolási lehetőséget nyújtanak, az egészséges életmódra való nevelésre törekednek, és ezáltal egy úgymond példaképként, illetve céltudatos életképként felvázolt lehetőségeket nyújtanak. Ott azért amellett, hogy természetesen a sportra koncentrálnak, de azért mindenképpen szükséges az is, hogy lássák az ott nevelkedő gyerekek azt, hogy igen, innen el lehet jutni azért akár nemzetközi szintre is, és sportolóként lehet képviselni nem csak azt a szűkebb térséget, ahol születtem és éltem, hanem akár a magyar nemzetet is. A centenárium tiszteletére emléktáblát is avattak a város futballpályáján. Az egyesület történelmében a labdarúgás volt az a sportág, amely a legtöbb sportolót és szakembert foglalkoztatta. Kicsit vissza akarok tekinteni az elmúlt 100 év vonatkozásában, akkor azt kell mondjam, hogy Máté Szalkának a labdarúgó élete ilyen gazdag volt. Nem csak a Máté Szalkai MTK egyesülete jelent meg a történetben, hanem itt azért a 60-as, 70-es években, sőt már 50-es években is párhuzamosan akár 3-4 olyan egyesület is működött az MTK mellett, akinek labdarúgó szakosztálya, vagy akár csak labdarúgó klubot üzemeltetett. Említem itt a Fákját, a Meteort, aztán a Medoszt, ami egy nagyon a traktorese, szóval sok-sok olyan egyesület volt, ahol labdarúgókat neveltek. Nyilvánvalóan az a korszak Magyarország labdarúgásának aranykorát képezte, ez az aranycsapat időszakának korszaka, és feltételezem nem csak Máté Szalka volt ilyen labdarúgóban bővelkedő település. A 2021-2022-es idényben a Máté Szalka felnőtt labdarúgó csapata a 6. helyen zárt a megyei első osztályban, a következő szezonban pedig a dobogót célozza meg az egyesület vezetése.